Na sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Amint látszik, ma relatíve korán keltem, 9:30-kor keltem, és már végeztem a mai toalettemmel is. Reggelizek, és indulok. Milyen szép ágytakarót vettem télre. Gondolni kell a télre, mert jönnek a hűvös éjszakák. Ez plüss, egy 180x200 cm-es plüss takaró, az eBay-en vettem, 5000 forint se volt. Nem olyan vastag egyébként, de a másik ágytakaróval együtt, összeborítva, ami amúgy van a szék karfája, az a nekem fasza lesz télire. Vaj, nagyon baba rajta, de egyre jobban imádom ezt az ágyat. Na szóval, a legutóbbi videóban nagyon el voltam kenődve. Nem a legutóbbiban, hanem azzal, ami korábban volt, azelőtt egyen. Na, ugye orvosi problémák voltak, ugye a hétfői videóban elmondtam. Viszketek, tele vagyok bőrgyulladással, vérszegénység, stb. Stb. Na, örömmel jelentettem, hogy ezek a dolgok mérséklődtek, amint a vállam állapotából is látszik. Ez a cucc majdnem teljesen eltűnt, szerem a antibiotikumot, és szerem a vasat a forsavval, ahogy a doktor bácsi előírta, és hétfő, kedd, szerd, a csütörtök, ez olyan mértékben javult, meg a közérzetem is olyan mértékben javult, hogy látom ezt a gyönyörű verőfényt, és mondom, vétek lenne kihagyni a biciklitúrát, amit elterveztem egyébként. Mit láttuk az ablakba? Ahol vannak új kaktuszkáim is, nem akarom őket árnyékolni kamerával. Ezt látjátok, milyen szép, hogyha rásüt a nap, akkor kinyílik a virága, éjszakára pedig becsukódik. Ezt már sikerült azonosítanom, ezt a hosszút, ezt a kicsit még nem, de ennek is gyönyörű fehér virága van. Igaz, már elvirágzott, de lehet, hogy még az idén fog virágzani, mert ott van még kettő bimbó is, kettő pici bimbó rajta. Úgyhogy egyre gyönyörűbbek. Na, ezt csak úgy megemlítettem szőrmentén. És a szabadságból ennyi van hátra, hogy péntek, szombat, vasárnap, mondom, kár volna kihagyni, mert mondom, egész jövő tavaszig azon enne a fene, azon rágódnék, hogy miért hagytam ki. Ugye? Most az nem mentség, hogy beteg voltam, vagy valami. Úgyhogy jobban nézem egy kicsit magam, mondom, vágjunk bele. Tegnap este lementem, vettem csupa olyan apróságot, ami ugye adhat energiát, de nem, mégse szendvics, amit cipelek magammal. Cerborda szeletet, műzli szeletet, meg ilyen sosmogyorót, meg ilyen cuccokat, amiket a múltkor is ettem. Mikor lenyomtam azt a 68 kilométert, akkor is alig ettem közben valamit. A víz a fontos, ugye. Majd venni fogok, hogyha útközben találok egy Tesco-t, akkor ilyen tudod, ez a Gatorade vagy Powerade, hogy hívják? Italt, nem energiaital, hanem ez a sportital, ami tele van ilyen aktív ionokkal, meg cuccokkal. Na, hogyha sóvesztés lenne, meg ilyesmi, akkor. És akkor elindulok. Lesz nekem egy körútam. Direkt úgy terveztem, ezt már mutattam. Azt mondja, hogy így fogom megmutatni képernyőn kívül a My Roots. Azt mondja, hogy illetve képernyőn fogom csak kamerával mutatni. Itt van, ezt így neveztem el. Azért csináltam körutat, akkor ne legyen más, hogy ugyanazon az úton megyek vissza, amin elindultam. És akkor ez innen indulok Bátorból. És Nyírbogát, tehát Debrecennek indulok, Mihályi Adony. Adonyba elkanyarodok Balkány felé, felfele jobbra. Elmegyek Balkányba. Balkányba veszek egy balos kanyart, és elmegyek Geszterhídre. Itt nem tudom, hogy milyen minőségi utak lesznek, ezért nem hiszem, hogy gyorsan fogok haladni. És Geszterhídből bekanyarodok Bökönybe, és szétnézek, hogy milyen települések ezek. Sose jártam még rajtuk. Bökönyből visszafordulok, itt lesznek egy kis pihenők, szájtátások, és megyek ki egészen
északnak Érpatak, aztán jobbra, és rátérünk a 49-12-esre, ami ugye Ófehértónak a külterülete, és Ófehértótól Nagy Kállóig fel. Hát Nagy Kállóba lehet majd tudok egy kicsit kolbászolni, vásárolni egy-két dolgot, ami kell. Ugye mégiscsak egy nagyobb település, és akkor szépen Nagy Kállóból, ugye Kálló semmilyen, Nyírbátor hazafelé. Ez így egy 95,3 kilométeres szakasz, amit egy kis csavargással 100 kilométeressé lehet konvertálni, úgyhogy így lesz megtéve az út. Remélem, hogy leszek olyan jó formában, hogy nem stoppal fog hazajönni. Mindenesetre a bringát tegnap kőkeményre fújtam. Úgyhogy reggelizés, pakolás és indulás. El akarok indulni még 11:30 előtt, mert a túra az több mint 6 órás lesz. Ugye úgy számolunk, hogy ugye nem 17 kilométeres átlagsebességgel, ugye több mint 6 órába telik. Mert nem állunk, illetve nem rohanunk, hanem ha már megyünk olyan helyekre, hogy falvak, mit tudom, ahol még sose jártunk, akkor ott már kicsit szétnézünk, hogy itt néha be kell ülni egy kocsmába, inni kell valamit, beszélgetni egy kicsit a helyekkel, vagy mit tudom én, hogy megáll az ember egy fagyira, stb. Hát ahogy legutóbb is csináltam. Na. Kulacsot újra tölteni, STV. És remélem, hogy nem lesz azért olyan hideg, hogy nekem itt pulóvereket kell húzni magammal, az időjárás az ragyogó. Túlságosan meleg sincs már, polarizált napszemüvegem is van, úgyhogy minden oké, indulhat a banzáj. Parkoltak az úthengerrel az úton, biciklő úton, mi lesz? Jó emberek! Anyád a szalap keresztbe az úton, fújja a szél. Na, Adonyba vagyok, ez lesz az első pihenőm. Fasz se tudja, hány kilométernél tartok, mert a Stravát kikapcsoltam, legalábbis ami a képernyőt illeti, mert
rohadtul nem számít, hogy mekkora az átlagsebességem, meg hány kilométert tettem meg, mikor még csak a negyedénél tartok a távnak. Itt szépen itt csordogálunk. Tadonyba be akarok menni valami fagyizóba, kulacsot újra tölteni. Igaz, még van egy plusz kulacsvizem, de nem tudom, hogy legközelebb civilizált település lesz-e, ahol nekem megtöltik. Úgyhogy mindenképpen itt szeretnék. Meg ha nem muszáj, azért nem állnék meg feleslegesen. Próbálsz, itt egy lapáttal John Deere-ig jön. Nem csöngetek rá, mert hátrafordulsz, leüt a lapáttal, bazd meg. Balkányban vagyok, ahol még életemben soha nem jártam. És innentől kezdve most már felfüggesztek minden figyelemelterelő dolgot, mert elég cirkalmas utat terveztem meg, és figyelni kell a letérőket, mert ha rossz fele megyek, akkor nem oda fogok érni, ahova terveztem. Most elvileg nekem balra kéne tartani, és Geszteréden át Bökönny felé kellene menni. Adonyban megálltam egy étteremnél, ittam egy teát, elintéztem folyóügyeket, meg feltöltettem a kulacsomat vízzel. Igaz, hogy még volt egy kulacs vizem, de Adony volt az egyetlen nagyobb hely, úgymond, nagyobb, ahol biztosan tudtam, hogy van normális étterem, normális WC-vel, meg megtöltik nekem a kulacsot, tehát nem ilyen útszéli kocsmákba kell kódulni. Elég jó volt az út, tehát én azt hittem, hogy Adonytól kezdve végig szar lesz az út, de eddig még kellemesen csalódtam. Ugye Balkányig is tiszta jó. Hát ilyen minőségű végig, mint amint most megyek. Csak ugye itt már nincsen kerékpárút. Tehát figyelni kell, mert forgalomba megyek, és kamionok itt úgy száguldoznak itt a beláthatatlan szűk út kanyarulatokba, hogy öröm nézni. Neki biztos öröm, nekem már kevésbé. Balkány központjáig el kell menni, és aztán végig balra tartani, majd nézzük a táblákat. Itt is jön egy nagy káló egyenesen, de én még nem megyek nagy kállóba, hanem én le akarok térni balra, úgyhogy igen, ismerős, mert megnéztem a helyszínt a Google Maps-en, hogy erre kell menjek, amerről a fehér autó jön. Csak behajtani tilos, jó, bocsánat.
Tényleg. Azt néztem, mondom, Google Auto, milyen a fényképezte ezt az utcát. Na, érthetően a Google Auto miért nem fényképezte le azt az utcát? Hát azért, mert behajtani tilos. Megyünk a nap után. Napot szembe fogom ezután kapni. Úgy próbáltam egyébként megtervezni az utat, mert mehettem volna az ellenkező irányba is. Na itt balra. Hogy másik irányból indulok ugye Kállónak, és akkor úgy vissza Adonyból. De akkor végig szembe kaptam volna a napot, úgyhogy ha mondjuk nem, nem, mert végig is nyugat felé tartok. Hát hogy ugye jobb ez így. Jobb lesz egy épület. Igen. Szabolcs Vezér Oktatási Központ. Hey. Ilyen is van itt. De csak rohanjunk már át. Nézzünk már széjjel, amit meg lehet nézni. Mondjuk Google-on nem sok látnivalót láttam ezekben a kis falvakban, mert ugye mi van itt? Templom, kocsma, kisbolt, egy iskola, és kifújt. Tehát egy általános iskolája azért csak kell, hogy legyen a településnek. Van olyan falu, ahol meg még általános iskola sincs. Megfejelt egy kemény kitimpáncélos bogár. Csak úgy csattant a halántékom. Na. Én itt felvilágosítást fogok kérni. Ó, van. Akkor jó felé megyek. Úgy látom, kezdődik az az útszakasz, amit nem fog szeretni, amikor már az út széle erősen toldozott, fordulott, és nem lehet rajta haladni. Hát megpróbálunk valahol a közepéhez közelebb menni, aztán le van szarva, majd az autós ledudál, hogyha nem fér el. Megpróbálok valamennyire középen maradni. Ilyen fosadék utakon egyébként két választásod van. Vagy beállsz a felezővonalra, vagy a leges legszélén próbálsz megcsorogni az útnak. Majd én nem lemész a földre. Mert ez a két opció van, ami általában ülhet-e. Hát itt most egy sincs. Na akkor innentől már csak csordogálunk Geszteréd, és onnan egy újabb balos lesz le Bökönyig. Érdekes ez a megye. Tele van olyan falvakkal, amit még életemben nem láttam. Hát most megnézem őket. Na, közúti anomália. Mikor azért úgy kb. Mehetné, és akkor beáll eléd egy dinnye és traktor, kemény 20 km per órával. Autós feltartja, de még a biciklist is. Mert ugye, ahhoz túl gyorsan megy, hogy én megelőzzem. De ahhoz meg túl lassan, hogy itt tök merő gép mögötte. És nálunk be azért nem tudja megelőzni az autós. Na itt megy mögötte mi autó. Bazd meg, nekem is fékeznem kell. Jó, van, lekanyarodtál végre valahár. Jaj, ez is megután kísérje, akkor azért. Jó van. Egyszer szalkáról úgy jöttünk haza Trabanttal, hogy vég előttünk meg egy traktor 40-nél, nem tudtuk megelőzni.
Geszterélen vagyok, amint látszik. Most bemegyünk a centerig, a centrumig, aztán egy újabb balos dél felé. A Bökönynek nem tudom egyébként miért választottam ki ezt a úti célt, egy Bököny. Talán az, hogy meg legyen a kilométer. Mert amúgy az olyan, hogy bekanyarodós, és utána visszacsord az állós. Tehát ez egy leágazás lesz Bököny, de nélküle kisebb lett volna a táv. Szóval most igazából ezt az útvonalat nem azért terveztem ilyenre, hogy nem most pont ezeket a falukat szerettem volna látni, hanem azért, mert kitűztem, hogy legyen 100 kilométeres körút, aztán meglátjuk, hogy merre lehet menni. Aztán erre meg lehet. De be kellett iktatni Bökönyt is, és még így sincs meg a 100 kilométer, csak 95. Tehát még majd kolbászolni kell egy kicsit, majd meglátjuk visszafele úton. Már nem adom fele jövök, hanem Káló felé. Hát lehet majd Kálóba csavargok néhány kilométert, és akkor végleges számlálót akkor látom majd, miután beértem Bátorba, mert tudom, hogy a Bátor táblától 2,2-2,3 kilométer a lakás. Úgyhogy amelyik hiányozni fog, vagy 4, akkor még Bátorba is csak a többet, és akkor nem csak azért, hogy meg legyen a 3 jegyű szám, amit még sose csináltam eddig. Két jegyű számra én már el sem indulok. Legfeljebb kikapcsolódni. Na még 20 centivel jöhettél volna közelebb egyébként. Mert még nem voltam benne a porba. Idióta. Idióta buszos, idióta kamionos. Jól húzódjak már, nem látod mi a fos az út? Neked van lengés csillapító, de nekem nincs. Állok. Na. Jó. És elértük Bökönyt. Szinte két sebességet. Ratyi az út. Úgy terveztem, hogy Bökönybe tartom a második pihenőmet. És így is lesz. Megtekintem az összes helyi nevezetességet. És ezek egy kis magyarót. Egy csupa apróságot hoztam magammal egyébként az útra, nem lehet telezabálva közlekedni ilyen távokon. 2 müzli szeletet hoztam, meg egy kicsi zacskó magyarót. Az pont elég a kicsi zacskó, mert 2 fogam van, én azon elrágódok egy fél napig, meg egy kicsi zacskó ilyen, nem tudom, milyen kukorica, vagy mit tudom én milyen snack. Hát az is mogyi, csak kukorica. Olyan ez az út, mint a mesebeli szegény ember újjasa. Fót hátán fót. Mindegy, ez most már nem fog sokáig tartani. Majd visszafele is ezen az úton jövök, bemenni Geszterédre, és Geszterédről fogok elkanyarodni Káló felé.
az elágazásnál. Onnantól kezdve már egészen tűrhető lesz a további út. Na, itt ülök a Bökönyi busz megállóba. Itt van egyedül Árnyék. Körülöttem, bringát is betoltam ide az Árnyékba. És ott látható az egyedüli helyi nevezetesség, a templom, aminek a csúcsára rá van írva arany betűkkel, hogy 1839-2005, ami nem jelent semmit, mert a miénk régibb, a fatornyos, na, hova tegyem ezt? Itt jó, mert most nincsen neki tapponcsa, meg semmi ilyesmi. Nem bloggal készültem egyébként, csak meg kell örökítsem az utat. Na itt van ez a Mexikón pörkölt sós kukorica, amit hoztam, meg egy magyarót hoztam, ami meg itt van, és kettő darab müzli szeletet, már biztos láttátok az egyikről a képre, egyiket felfaltam aranyba, a másiket, és ennyi lesz nekem a táplálékom, remélem, hogy kitart az úton, mert én többet nem akarok enni majd már csak, hogyha hazaérek. Azért ebben a magyaróban elég sok kalória van. Szóval azért félteni nem kell az ember. Csak nem lehet kinyitni ezt a rákot, hogy gyomor rá kell nye. Na kacsony. Na hogy kell? Ja. Nem tudom kinyitni, kec. Most meg a kulcsomban most sincsen ilyen akármi reszelő, körönvágó, túlélőszerszám van nálam, öcsém. Valami a biciklihez túlélőszerszám. Itt van a való. Mindenne készültem. Na, ebben van ilyen bökő, csavarhúzva, hogy mi a geci. Szerintem ki tudom szakítani ezt a kasakot, ha beledök meg. Úgy így csak, hogy jó ötlet volt magammal hozni. Sőt, még ezt is elhoztam, ezt még Aladdintól kaptam, és Barbie-tól, amikor Siófokra érkeztem. Ez a cuccocska nagyon jól jön ilyen helyzetekben, mint amikor úton van az ember, és nincs lehetőség kézmosásra. Aranyban mostam kezet az étterembe, de itt most már nem tudok. Nem nagyon lesz hely. Tehát, hogy hol is a kezed, ezért ez a cucca, be kell kenni a kezedet. Mert most koszosnak érzem, egyébként nem koszos. És víz nélkül, tehát ez ilyen zselés állagú cucc. Hórokozókat pusztítsa. Az orrodat is tisztítsa. Jaj, ilyen sokat ne pocsékoljunk már, mert hát, ha még az útnak a nagyobbik fele hátra van. Na. De reménykedjük, hogy mit tudom én, kállóba lesz lehetőségem kezet mosni. Na. Kezdem érezni a combjaimba ezt a 47,5 kilométert, aminél most tartok. Ebből az utolsó 20-at, 21-et, megállás nélkül nyomtam le, tehát adonyból jöttem. Ja, van powerbank, minden van nálam, ugye. Sőt, még a GoPro-hoz is hoztam töltőkábelt, hogyha éppen nem a tokban van, vagy éppen annyira lemerülne, akkor tudok arra is töltöm kicsit. Nem most ez a kukorica. Ez csak így néz ki. Mert az, hogy nem, mert az nagyon is jó. Jó, sok. Ezt nem most már kibaszott meleg van kint. Napon. Vitumenem. Igazság szerint csak akkor éreztem most, hogy milyen meleg van, mikor megálltam. Hát menet közben azért valamennyire hűt a menet szél. De most, hogy délnek fordultam,
pont az árnyék úgy esett, hogy az én sávomba. Úgyhogy nagyon kellemes volt. Most, hogy megálltam itt a flasztra, egyből kivert az íz. Egy só, vitamin után pótlás, az kell. Átlagos tápérték. Önmeresztett nyelven van. Egyszer az 31 kalória van ebbe. Nem 10 dekába, az csak 7 deka. Tudom benne, mint tudom, 300 deka. Most az egy bicikli túrán csak annyi kalóriát kell fogyasztani, amennyit letekelsz. Tehát nem azt, hogy most bemegyünk minden faluba, eszünk mindenhol egy hamburgert, vagy egy giroszt, nem kell. Múltkor olyan jól letekeltem Debrecenből hazáig, azt a magyarul tettem, az kész. Másnap. Most nem is voltam igazából éhes. Kólát ittam, teát ittam, abban volt cukor. Most semmi más ital nincs nálam, csak víz. Van nálam az, hogy itt vésztartaléknak kálium, meg magnézium. Úgy éreznem, hogy görcs a lábom, vagy valami. Kiizzadtam ezeket a cuccokat. Akkor ezeket bepontolom. Káliumnak van kellemesebb forrása, és mondjuk bemész egy áruházba és veszel banán. Csak most én nem akarom azzal tölteni az időt, hogy shoppingolja. Ugye nem az a túra célja. Strava már megint szarakodott. Rátmásoltam a Wi-Fi-n a GoPro-ról a képet a telefonra. Addig összeomlott. Aztán recovered. De úgy recovered, hogy közben itt álltam egy helyben és el volt indítva nem tudom hány percig. Hogy szépen az átlag sebességem, mert ez most meg fog látszani. Mert átóhelyben mérte azt a semmit. Elég jó átlag sebességgel jöttem. Még mindig 20 fölött vagyok. Hát voltam mielőtt össze nem omlott a Strava. Ami jónak számít. Nálam legalábbis. Ilyen észtek, mi van itt? Ha már itt vagyunk. Nem nyír bátorba. Na. Ám ott van egy szembe, egy polgármesteri hivatal, bökön. Azzal pedig szembe szerintem iskola vagy valami lehet. Nem, posta. Posta épület is, meg a másik. Ha megnéztem a Google-ba, miért elindultam? Csak már elfelejtettem. Védőszolgált, itt van mi. Orvosi ügyelet lehet. Az ilyen kis tip-top falucska, ez nincs más. Ó, de még ez is van itt, hallod? Na, merősítenek, jó van. Bejöttem benneteket szembe. Az arra föl lent még van egy pizzeria is. Figyelj csak. Nem elhanyagolható dolog. Pizzeria. Bizony. Bökönybe. Csak iskola lehet itt, mert ki van téve az a gyerekek tábla. Hogy vigyázz rám. Busz meg áll. Ott van egy nemzeti dohánybolt, ha jól látom. Innen le fogok tekerni a falu végéig, amarra. Csak hogy meglegyen a kilométer, amit mondtam. Az is hozzáad egyet pluszba. Szerintem. Ez ennyi.
megnézem, hogy mit lehet itt nézni, mit lehet itt látni. Selfizek egyet-kettőt, és utána megyek tovább. A következő megállóhely Nagy Káló, amit egybe kell lenyomni, nem tudom hány kilométer, fogalmam sincs. Ami, hát nem tudom, hogy egybe fog-e menni, de muszáj, hogy menjen egybe, mert nem lesz közben más település. És már csak muszájból is. Most az 21 km egybe volt. Gondolom fejlődök úgy. Annak idején, mikor emlékszem tavaly, mentem le először Máté szakára. Hát az 20 km. És ezt nem tudtam egybe lenyomni, hanem csak olyan megállókkal. Hát most túl gondolom, hogy honnan álljak itt meg. Csak ilyen tanyák voltak közben. Hát Balkányban megállhattam volna, de minek. Nem az volt az úti cél. Na. Meg nem néztem, hogy sokkal utána megyek mellékkel. És utána végeztem a körömmel, akkor indulás Kállóra. Remélem bírni fogom. Muszáj. Meg kell állni, nincs mese. Meg kell állni, mert én nem bírom. Megdöntöttem az egyéni csúcsomat az elmúlt percekben. km-nél tartok. Ennyit még sosem mentem. Talán éppen ezért kezdtem úgy érezni, hogy bazzik, nem bírok tovább menni egy centit se. A seggem ülepen még bírja. Két combom az, ami most már olyan szinten ég, hogy hújújúj, és még nem vagyok Kállóba. Érpatakot elhagytam. És. Hát lehet, hogy fél után vagyok Kálló, nem tudom megsatszolni. Mennyi lehet Kálló. Itt van már csönd. Milyen tiripelnek itt a tücskö. Ezt itt közben nincsen más település, hogy beüljek valahova. Már így is nem akartam pihenni. Hajtottam magamat, mert túl sok időt elbasztam a kocsma keresésre, hogy kiürült a kulacsom a Bökönybe. Ez Bökönyben nem volt csak kocsma, megálltam vegyes bolt előtt. Elmondom, inkább oda nem megyek bekaudulni. Úgyhogy vissza kellett menni Geszterédre. Geszteréden is ugye az elágazást, ahol nekem le kellett volna térni, azt jó lehagyva vissza bemenni a falu végére. Ott volt egy normális kocsma. Rendes bútorozott minden. Le tudsz ülni. Van vécék, évnosos, stb. Úgyhogy ott elüldögéltem, szóval azzal úgy eltöltöttem szerintem. 3-4 óra ilyen kieső holtidő volt. És nézem, hogy közben meg már akkor a fél öt volt.
Az ott gyógrával ezelőtt volt. Én úgy terveztem, hogy 6-ra hazaérek. Itt közben jött minden, mert nem is tudtam elindulni, amikor terveztem. Spár előtt mondom, még eszek itt menzt. Összefutottam Balkivel, meg kellettünk beszélgetni. Az is elment 20 perc. Szóval nem. Itt is elkóbászolgattam, úgyhogy nem. Majdnem dél volt, hogy elindultam. Azt hittem, ez a dög felborítja a biciklimet. És azért erre a távra a 6 óra kell. Mert hogy kényelmesen meg akarod tenni, ha én most eddig nem kényelmesen mentem egyáltalán. Akkor már 3,5 óránál tartok. Most 71 kilométernél. Csak kéne egy kis erőtartalék, mert az útnak az egyik fele hátra van. Hát nem az egyik fele, de még 30 kilométer. És nem tudom. Autostoppal nem fogok haza menni. Ezek olyan túrák alatt, hogy kocka el van vetve. Elindulok, megrajzom a térképen, elindulok, elmegyek. Muszáj vagyok haza jönni. Azon jobbak ezek a túrák, mint a belvárosi karikázások. Mert itt nincs mese, tehát itt nincs olyan, hogy elfáradtam, most feladom. Nem mondom. Eljöttem, én csak haza vagyok. Nekem nincsen barátom, akit most felugrasztanék, hogy úgy gyere már nértem kállóba, mert elfáradtam. Előttem, azt nem bírok. Rábasztam. Azért 7 órára jó lenne hazaérni. Éjszaka nem szeretek biciklizni. Fejlámpát nem is hoztam. Mondom, minek hozzam fejlámpát, úgyis még világos leszek. Hét után nem sokkal már lemegy a nap. Csak már mennyire lent áll. 5:30. Nagyon kell tempóznom, hogy én hétre haza akarok lenni. De még úgy, hogy közben még azért pihennék egyet-kettőt, mert nem fogok tudni 30 kilométert lenyomni a cizomba. De az út Geszteréttől idáig Érpatakon át olyan szinten volt gyalázatos, hogy nem is tudom, ezek előtt a pár 5 perc vett ki lazítani a lábamat. Be van durranva. Szemetet eltesszük, majd ha találunk egy kukát, akkor kidobjunk. Takarodj már a rákba. Melyek röpködnek itt. Nem kéne időre menni, nem volna ilyen nagy a táv előttem. Meg nem volnék ilyen leharcolt, akkor még úgy élvezhetném is a természet lágyölét. Googlok egy kicsit, hát meg bújj. No. Tök mindegy, egyébként lenyelem a műzgét, aztán megyek tovább. Kállóban megnézzük, és lehet, hogy az utolsó 30 kilométert úgy fogom megtenni, hogy minden faluba bemegyek. Kállóba, illetve megállok. Tehát kállóba ugye alapértelmezett, hogy megállok, aztán mivel utána semmilyen van, semmilyenben tudok csak megint megállni, azt kész, utána semmilyenből van hazáig, nincs több ide. A Pócs ugye félúton van, semmilyen meg Bátor között, de oda be kell menni, hogy a Pócsra nem megyek be külön, az kerülő volna. Úgyhogy
Akkor szóval semmilyen is bátorkod, csak így az út szerint tudok megállni. Azt tőlek meg. Nem kell ilyen gyorsan menni, ugye? Lassan járunk, tovább élek. Annak kiderül. Egy kulacs vizem van Károly. Bökönybe kimaxoltam, alig éltem meg ezt a régi kocsmába. Elfogyott az összes vizem. Le nem erüljünk már közben a GoPro. Nagy Kállót elértem, nagy nehezen, nagy keserösen, innen körülbelül sac per kb. Olyan durván számol 25 km hazáig. Jó van. Jó tett az árokparton is vörgés egy kicsit, de azért itt még beülünk valahova egy drinkre. Eszek egy kis magyarót, meg megtöltetem a kulacsomat. És jó lesz az. És utána nekirugaszkodunk a legvégső szakasznak. Most már hagyom, hogy mások előzzenek, nem sietek. Elkúrtam az időt, 3:47 van, most indultam el Kállóból. Na most már tök mindegy, nem kell versenyezzek a nappal, mert úgyis le fog menni, mielőtt hazaérek, úgyhogy nincs mese. De most ez kellemes meglepetés volt, hogy itt most van egy kis bicikliút, úgyhogy de pont mire hazaérek, mire lemegy a nap, akkor nem lesz semmim se. Világításom van, de jó, hogy a lámpát azért hoztam magammal. Hát, csöppet elszámoltam magam az idővel. Ugye nem nagyon kalkulálgattam én, tudjátok milyen jó tudok számolni. Most már a döcögve is valahogy hazaérek. Az a lényeg, hogy ne üssenek el a sötétbe. Ezek a tiszta szégyen szabolcsi létemre már háromszor tévedtem el most Nagy Kállóba. Háromszor mentem rossz irányba. Azok, ha nincs ennyi eszem, hogy útba igazítás kell, akkor a faszom tudja merre menni. A Kálló olyan zegzugos, leterelnek a főútvonalról, hogyha bátorba akarsz menni, akkor leterelnek a főútvonalról, és utána elterelgetnek egy kis utcákba, és mire észbe kapsz már, bejártál 5-6 kilométert össze-vissza csalingázta, és még mindig nem tudtuk, milyen irányba kéne állni. Na jó. Lépjünk neki oda, mert 22 kilométer van hátra, és az még egy kicsit sok nekem. Ó, van kerékpárút, jó van. Folytatódik, azt hittem csak ennyi volt.
Na gyerekek, én mondtam, hogy el fogok ide heverni a fűbe. Körülbelül 12 kilométer van hátra. És persze tudtam, hogy nem fogom Kálautól idáig, illetve Kálautól Bátorig bírni a távot. A nap meg ott jár már, a fák meg ott, úgyhogy most már kurvára nem számít szart se, hogy az a 10 perc, mert úgyis sötétbe fogok hazaérni. Eddig a nappal versenyeztem, de hát a nap győzött. A piszokul elkalkuláltam én magam, hát én úgy számoltam, hogy melyenek az autósok? Azt hiszik, valami baleset ért. Na, hát 6 órát számoltam az útra, kényelmes tempóval. Igen, ám csak a pihenőket nem számoltam bele egyáltalán. Azért sokáig nem fogok itt nem feküdni, mert még itt megállnak, bazd, megáll itt a mentő, ami jár kell, Bátor meg Nyíregy között, hogy első segélyt nyújtson. Nincs nekem semmi baj. Tényleg messziről úgy festhetek, mint akit baleset ér. Vizet ki kell inni. Hagyok egy kis helyet még a hazafele vezető útra. Elértem a Mária Pócsi leágazást, a benzinkutat. Hát én nem, hát tényleg nem szabad megállni. Innen 10, illetve 9,5 már csak. Többet most már nem forgatok, mert lement a nap, az sötét van. Nincs mit látni. Örülök, hogyha az utat látom. Írbától. Oké. Mindjárt otthon vagyunk. Ami a képen nem látszik, az Nyírbátor fényáradata. Ebben a pillanatban léptem át a 100-at. Jól van. Azt hittem, még egy-két plusz körre lesz szüksége, ez akkor nem. Akkor jó, mértem meg, jól számoltam. És pont olyan jól időzítettem, hogy mire lemegy a nap teljesen, addigra lesz nekem világításom, mert tudni illik közvilágítás a városon belül. Most már kezdek taknyosodni. Most már nem állok meg, ha megdöglök se. Van egy hosszú ujjú a táskába, a hátizsákba. De én már nem állok meg. Ha én most megállok, akkor nincs az Isten, hogy én még egyszer elinduljak. Ezen innen még a táblától befelé 2 kilométer távé. Hát ezt már tudjátok, már volt videó erről az irányról. Meg volt a körút, ami úgy kezdődött, hogy Nyírbátor Debrecen felé hagytam el, és most Nyíregyháza felől jövök be. És innentől már van közvilágítás. Olyan, amilyen, és ha a GoPro is kibírja addig, amíg hazaérek, akkor nagyon elégedett leszek. 5 óra és 23 perc a menetidő,
tehát a mért idő, amennyire alatt megtettem ezt a távot, 100,9 km-nél járok, és az átlag sebesség 18,7 km/h. Ez csak úgy azok kedvéért mondom, akik nincsenek regisztrálva a Straván, és nem látják ezeket a apróságokat, mert amúgy majd a Strava linket belököm a videó alá, ahogy szoktam. De a részleteket ugye csak azok látják, akik atléták, azaz Strava tagok. Most kezdem elérni a hold pontot, ezt a pontot, amikor már kurvára mindegy, kurvára nem bír érdekelni, hogy mennyire fáj a combom, mert az igazsághoz hozzátartozik, hogy piszkosul fáj. Nem volt nekem bemelegítés, meg semmi. Üljünk fel, bazd meg, azt menjünk. Nem tolatsz ki elejém, hely. Az én mondom. Jó kis repedezett Váci utca. Ezt már szeretem. Nem azért, mert repedezett, hanem azért, mert már mindjárt hazavisz. És bárba én már nem megyek, eszek, amit találok otthon. Lehet, hogy hónap se fogok lejönni. Nem fogok bírni. Majd rágom a kiszövet. Ha majd lesz valami, a kocka el van vetve.